Mindenki tud rajzolni, és mindenkit meg lehet barátkoztatni a formákkal és a színekkel. Ez a mottója a Magház táborában zajló művészeti foglalkozásoknak. Bárdos Gutmintér Edit arra vállalkozik, hogy lebontsa a gyerekekben lévő gátlást, ha ceruzát kell a kezükbe fogni. Általában sikerrel jár, mondja. Ma azt fogjuk csinálni, hogy van egy képünk, és az akril festékkel fogunk megismerkedni. Gondolom a temperával már mindenki megismerkedett, hasonló hozzá, kicsit azért erős, teljesebb, pigmentáltabb színek. Ez ugye, ha megszárad, akkor nem tud feloldódni, úgyhogy a ruháitokra azért vigyázzatok. Lesz egy képünk, majd még lesz egy nyomtatott kép is, ezt fogjuk megtanulni, hogy hogyan fogjuk a színeket keverni, hogyan lehet az alapszíneket más színekkel kombinálni. Szeretném megtanítani nekik azt, hogy mikor azt mondják, hogy nem tudnak festeni, akkor próbálják meg, és igenis rájönnek arra, hogy lehet, meg lehet tanulni a színkeverést, ugye itt van egy kis elmélet is, hogy hogyan lehet a színeket keverni, hogy nem kell ahhoz 50 színt megvenni, hogy tudjanak festeni, hanem hogy az alapszínekből hogyan is lehet kikeverni ezeket, és hogy hogyan lehet megfesteni egy képet. Edith azt mondja, annyira pörgős már az élet az iskolában, hogy egyszerűen nincs idő arra, hogy a gyerekek nyugodt körülmények között megtanulják az ecset vagy a ceruza kezelését, és megtanuljanak látni. Ezt a folyamatot nem segíti az sem, hogy addig van már rajzóra a tanmenetben. És így szerettem volna, hogyha ők pluszban még tudnak tanulni, mert teljesen más egy rajztanár, és teljesen más egy festőtől tanulni szerintem. Kapjanak egy kis ízelítőt, és otthon is elkezdjenek festeni, hogyha a szülők is támogatják, mert sokszor mondják, hogy hát a szülő nem szeretné, hogy összekenjen valamit, de én úgy tudom, hogy ezt a gyerekeimmel tapasztalom, hogy ezt meg lehet oldani, kiteríteni nagy fóliát, és akkor nem kell össze semmit a gyermek, és a szülővel együtt is lehet festeni, és ő is rákap az ízére, hogy milyen ez. Sajnos egyre kevesebbszer fordul elő, hogy közös alkotások készüljenek egy családban, pedig ez szorosabbra fűzi a belső kohéziót. A Magházban lebonyolított foglalkozások eredménye visszatükröződik az év folyamán, mondja a szervező Józsa Jácén. Nagyon szeretnek kézműveskedni, igazából ez most már az 5. alkalom, amikor megrendezzük a magtábort, és mindig úgy állítjuk össze a programot, hogy körülbelül egyenlő arányban legyenek a kézműves foglalkozások, illetve a sport és mozgásos foglalkozások. Hát azt az elvet követve, hogy épp testben, épp lélek, így kiegyenlítve a viszonyokat, így ők is élvezik, mert akkor fel tudnak így frissülni a mozgás feladatok után tudnak akkor alkotni, és azt veszük észre, hogy nagyon ügyesek, nagyon ügyes alkotások készülnek. Például vannak rajzpályázataink az évben, és ezek a gyerekek, akik itt most alkotnak, ezek visszatérők a rajzpályázatokon is, és egyre ügyesebb munkákat hoznak össze évről évre. És hogy mi a jó a rajzolásban? Az jó a rajzolásban, hogy segíti a kreativitásodat. Tehát megtanulsz szebben rajzolni, szebben tudsz majd festeni, például, hogyha unatkozol, akkor fogsz egy lapot és festesz. Szoktál ilyet csinálni? Igen, szoktam otthon. Igazából azzal próbálok motiválni, hogy igenis próbálkozzanak, és a félelmeiket ugye ledönteni, hogy ő ezt nem tudja megcsinálni. Az előző táborban is voltak olyan gyermekek, főleg a fiúk, hogy ők abszolút nem tudnak, és nem szeretnének festeni, és amikor leültek és megcsinálták a képet, és olyan boldogság volt az arcuk, hogy ő ezt meg tudta csinálni, úgyhogy szerintem ez nekem is egy nagy motiváció, és nekik is. Mindegyik így kezdő, hogy én nem tudok, nem akarok, de aztán amikor elkapja őket az ihlet, meg az alkotás, akkor már nem lehet őket leállítani, akkor már teljesen beleélik magukat, és akkor készülnek a saját egyéni munkák. Nem baj, soha szerintem nem a technikát kell nézni, hogy milyen pontosan húzza meg a vonalakat, vagy hogy mennyire élethű az alkotás, hanem hogy kifejezze önmagát, és élvezze, amit csinál.